Először beszélt Ferenc pápa a Vatikánból kilopott bizalmas dokumentumok ügyéről. Vége a smogriadónak Budapesten, de még így is egészségtelen a levegő. Havonta 250 000 forintos alapjövedelmet kapna minden finn állampolgár. Üdvözlöm Önöket, mondom a részleteket. A Vatikánból kilopott bizalmas iratokról beszélt Ferenc pápa vasárnap az úrangyala imádságában. A Szent Atya azt mondta, hogy tudja, hogy sokakat felkavart a lopás híre, de felesleges aggódni, mert a történtek nem tudják megállítani a már elindított reformokat. Először beszélt Ferenc pápa a Vatikánból kilopott bizalmas dokumentumok ügyéről. Vasárnap az úrangyala imádságában reagált a múlt heti eseményekre, arra, hogy valakik a Vatikánból bizalmas iratokat loptak ki, és ezeket könyvekben közölték. Ferenc pápa azt mondta, hogy ez bűncselekmény, amely ráadásul nem segített senkinek. De a Szent Atya hozzátette azt is, hogy a szomorú esemény nem téríti őt el a reformok folytatásától, amelyeket már elkezdtek a pápai államban. Vagyis továbbra is kitart amellett, hogy takarékosabban működjenek a Vatikán pénzügyei, tehát kevesebb pénzt kapjanak a bíborosok, és jóval többet a szegények. A Vatikánban egyébként november 2-án vették őrizetbe a lopással gyanúsított személyeket, egy vatikáni pap előzetes letartóztatásban várja a büntetését, társa egy 32 éves lobbista hölgy szabadlábon védekezik. Sűrű napja lesz kedden Ferenc pápának. A Szent Atya november 10-én utazik majd egynapos lelkipásztori látogatásra két toszkán városba, Pratóba és Firenzébe. A Szent Atya helikoptere reggel 7-kor indul a Vatikánból, és 8-kor érkezik meg Pratóba. A katolikus egyházfő megnézi majd a székes egyházat, majd a templom előtti téren mond beszédet. Ezután helikopterrel repül át Firenzébe. Ott is templomlátogatással kezdi a programot. Először a keresztelő kápolnát nézi meg, majd a firenzei dómot, ahol délben úrangyala imádság. Köszönti a helyieket. Ezután szegényekkel ebédel, majd délután egy stadionban mutat be szentmisét. Itt 1500 fogyatékkal élő ember is jelen lesz, olyanok is, akik egyébként ágyban fekvő betegek vagy tolószékes emberek. Ferenc pápa 5 órakor repül majd vissza a Vatikánba, ahová délután 6-ra érkezik meg. Az idei Nobel békedíjasokkal találkozott Ferenc pápa. Szombaton a Tunéziai Nemzeti Párbeszéd kvartett tagjai 15 percig beszélgettek a Szent Atyával. A katolikus egyházfő először gratulált nekik a kitüntetésért, aztán megdicsérte a módszereiket, melyekkel sokat tesznek az országuk békéjéért. A tunéziai kvartett egyébként azért kapta meg az idei Nobel békedíjat, mert a 2011-es jászminos forradalom után rengeteg erőfeszítést tettek az ország demokráciájának építéséért. Idén egyébként sokan arra hogy Ferenc pápa kapja meg a rangos elismerést. A kvartett tagjai a hétvégén azt mondták a katolikus egyházfőnek, hogy ő is megérdemelni a díjat. Hentesnek készült Ferenc pápa. Legalábbis 4 évesen ezt válaszolta arra a kérdésre, hogy mi leszel, ha nagy leszel. A Szent Atya ezt egy holland hajléktalanok által kiadott lapnak nyilatkozta. A korábbi katolikus egyházfők közül senki nem adott még interjút ennek az újságnak. Az egyházi vezetők közül így Ferenc pápa az egyetlen, aki ilyen őszintén nyilatkozott az életéről. Szerencsére tehát a Szent Atya végül nem hentes lett, de nem is pap lett először, ugyanis vegyésztechnikusi végzettséggel lépett be a jezsuitákhoz, ahol később irodalmat és filozófiát tanult. Viszonylag későn, csak 33 évesen szentelték pappá, és 2013 márciusában lett a katolikus egyház vezetője, vagyis Ferenc pápa. Egy kicsit javult a levegő minősége Budapesten, ezért a főpolgármester hétfőn hajnalban visszavonta a smogriadó riasztási fokozatát. Ezt még vasárnap reggel 6-tól rendelte el, ugyanis a szállópor szennyezettségi szintje meghaladta a határértéket. Ez pedig a gyakorlatban azt jelentette, hogy a fekete környezetvédelmi matricával rendelkező autók nem közlekedhettek a főváros útjain. Ha mégis ilyet láttak a rendőrök, azt a sofőrt 100 000 forintra büntették. Bár a riasztási fokozat megszűnt, de a tájékoztatási fokozat még életben van Budapesten, vagyis továbbra is azt javasolják az idős embereknek, a krónikus betegeknek és a kismamáknak, hogy minél kevesebb időt töltsenek a szabadban. Emellett mindenkinek azt tanácsolják, hogy autó helyett válasszuk inkább a tömegközlekedési eszközöket. Közben Budapesten kívül még 9 városban, egyebek mellett Kazincbarcikán, Sajó-Szentpéteren, Nyíregyházán, Debrecenben, Sopronban, Ajkán és Veszprémben egészségtelen, Pécsen pedig veszélyes a levegő.
Újra drágulnak az üzemanyagok, ezúttal 3-3 forinttal emeli a benzin és a gázolaj árát a MOL, vagyis szerdától 1 liter 95-ösért 341, a dízelért pedig 349 forintot kérhetnek a kutakon. Ezek azonban csak átlagárak, a töltőállomások tarifái között ugyanis 20-25 forintos különbségek is lehetnek. Egyébként a múlt héten is emelkedtek az árak, kétszer is, szerdán és pénteken összesen 11 forinttal drágult a benzin és 9-el a gázolaj. Újabb migráns hullámra számít a kormány. A határok lezárása miatt most valószínűleg Románia felől akarnak majd bejutni az országba a menekültek, ezért elképzelhető, hogy kerítést húznak majd fel a magyar-román határszakaszon, Nagylak és Makó térségében egészen Mezőhegyesig. Ezt mondta Lázár János miniszterelnökséget vezető miniszter egy lakossági fórumon. Szakértők szerint akár 50 ezren is úton lehetnek még Németország felé, vagyis akár ennyien lehetnek azok, akik hazánk határait is átlépnék. Focizni tanítanák a gyerekeket az iskolában. Egy törvényjavaslat szerint a tananyag része lenne a futballoktatás is. Nem lenne kötelező minden intézményben, csak ott, ahol beillesztik a tanterbe. A tanári szervezetek és több szülő szerint a testnevelő tanárok nincsenek felkészítve ilyen speciális ismeretek oktatására, és nem lelkesednek az ötletért az ellenzéki pártok sem. Egyes sportági szövetségek képviselői viszont jónak tartják a kezdeményezést. Iskolai tananyag lehet a futballoktatás. Balogh Zoltán, az emberi erőforrások minisztere ugyanis módosító javaslatot nyújtott be a kerettantervhez. A szabadon választható kínálatba bekerülhet az iskolai labdarúgásról szóló program is, tájékoztat a Magyar Nemzet. Eszerint az általános iskola első osztályától egészen a középiskola végéig a fiúk és a lányok egyaránt heti 2-3 órában tanulhatnának focizni. Az új tanterv bevezetése teljesen önkéntes lenne. A tanárok és a ők viszont már is aggályokat fogalmaztak meg a tervek kapcsán. Szerintük ez nem egy reális terv, hiszen a testnevelő tanárok nincsenek felkészítve ilyen speciális ismeretek oktatására, és szakedzőből sincs elég. Az ellenzéki politikusok a feltételek hiányát hangsúlyozták, úgy vélik sokkal sürgetőbb problémák és tennivalók is lennének az oktatásban. Egyes sportági szövetségek képviselői viszont kifejezetten jó kezdeményezésnek tartják, hogy labdás sportok is választhatók legyenek a keret tantervben. A minisztérium becslése szerint a bővítés 400 ezer tanulót és 8 ezer pedagógust érinthet, költségvetési hatással viszont nem kell számolni, mert a szükséges feltételek adottak. Plastikkártya válthatja az Erzsébet utalványokat. Már kérhetik a munkáltatók, hogy a papíralapú utalványok helyett ezentúl kártyát kapjanak a dolgozóik, ez pedig hasonlóan működik majd, mint egy bankkártya, vagyis PIN kód is jár hozzá. A kártyát a jövőben ott lehet majd használni, ahol eddig elfogadták az utalványokat. Az érvényessége 3 év, a feltöltött összegek felhasználási ideje pedig megegyezik a papíralapú utalványokéval. Egyébként ezek sem tűnnek el a jövőben, csak ezentúl a munkavállalók dönthetik el, hogy kártyán vagy utalványban kérik a kafetériaként nekik járó összeget. Magyar járatokat is érintett a Lufthansa dolgozóinak sztrájkja. Frankfurtba például egyáltalán nem lehetett repülővel eljutni, 5 gép indult volna, de mindegyiket törölte a légitársaság, és 3 müncheni járat sem szállt fel, sőt Budapestre sem érkezett egy sem. A légiutas kísérők nem dolgoztak a Lufthansánál, emiatt a müncheni, a frankfurti és a düsseldorfi járatait törölte a légitársaság, összesen 929-et, ez pedig 113 ezer utast érintett. A sztjuárdeszek azért nem dolgoztak, mert így akarják elérni, hogy a befagyasztott fizetésük újra nőni kezdjen, és a kedvezményes nyugdíjakat is meg akarják tartani, pedig a cég eltörölni ezt. Eddig még nem sikerült megegyezniük a kérdésekben, ezért a Lufthansa alkalmazottai tavaly óta már 13 alkalommal sztrájkoltak. Sok kutya talált gazdára a hétvégén, összesen 36 kutyust és 9 cicát vittek haza Budapesten az Illatos útról a Vigyél Haza Alapítvány örökbefogadó napján. Már telt ház volt az ebb telepen, ugyanis a 94 férőhelyre 120 kutya várt, vagyis sok állatnál már az altatáson gondolkodtak az orvosok. Az örökbefogadók azonban megmentették az életüket. Vasárnap 5000 forintért lehetett hazavinni az új családtagokat, a kutyusokhoz ezért járt a póráz, a nyakörv, valamint az azonosító csipet is megkapták, és be is oltották őket az állatorvosok, sőt, akik kérték, azokat autóval haza is vitték a szervezők.
Már az FBI is segít az orosz utasszállító tragédiájának kivizsgálásában. Az orosz kormány kérte fel az amerikai szövetségi nyomozó irodát, hogy segítsenek végre kideríteni, hogy pontosan miért zuhant le az utasszállító repülőgép a sínai félszigeten. Az orosz kormány ritkán kér hasonló segítséget, ez pedig az amerikai szakértők szerint arra utal, hogy az oroszok elakadtak az ügyben, bár más szakemberek azt mondják, hogy ez csak egy udvariassági gesztus Vlagyimir Putyin részéről. Az elnök ugyanis így akarja elérni, hogy Amerika partnerként kezelje őket a terrorizmus elleni küzdelemben. A repülőgépen ugyanis valószínűleg egy bőrönbe rejtett bomba robbant, a detonációt pedig az Iszlám Állam vállalta magára. Alapjövedelmet vezetnének be Finnországban. Ez minden lakosnak járna, azoknak is, akiknek éppen nincs munkájuk. Ha a kormány megszavazza, akkor havi 800 eurót, vagyis nagyjából 251 ezer forintnyi összeget utalnának mindenkinek. Viszont akkor megszűnik a többi szociális támogatás. A kormányjavaslat szerint az alapjövedelem évente 52 milliárd eurós állami kiadással járna, pedig a finn kormány csak 49 milliárd eurónyi bevétellel számol. Közben Svájcban jövőre tartanak népszavazást az alapjövedelem bevezetéséről, ott az előterjesztők havi 2500 dollárral, vagyis 720 ezer forinttal számolnak, vagyis ez 210 milliárd dolláros éves kiadást okozna az államnak, ezért a gazdasági szakemberek szerint a svájci kormány nem fogja megszavazni a javaslatot. Drónrendszám bevezetését tervezi a német közlekedési minisztérium. A tervek szerint a fél kilónál nehezebb készülékeket látnák el az azonosítókkal, sőt azoknak, akik a munkájukhoz használják a drónokat, jogosítványt kellene szerezniük. Az okmányt egy vizsga után a Szövetségi Légiforgalmi Hatóság állítaná ki. Ezekre az intézkedésekre azért van szükség, mert egyre több pilóta nélküli légijármű repül a légterekben, és ezek a szerkezetek gyakran baleseteket is okoznak. Lopással vádolják az angol királyi családot. Az indiai miniszterelnök egy közös ebéd közben azt mondta II. Erzsébet királynőnek, hogy az ő országát illeti meg a brit korona legnagyobb gyémántja, vagyis a Kohinor nevű 105 karátos 44 milliárd forintot érő drágakő. A gyémánt állítólag 1304 óta egy indiai nemesi család tulajdonában volt, míg rejtélyes körülmények között ki nem került az országból, 1851-ben pedig már Viktória királynő viselte a koronáján. A hindu üzletemberek és filmsztárok most indítottak jogi küzdelmet a nemzeti kincsükért, melyet szerintük egyszerűen elloptak a britek. A királyi udvar egyelőre nem reagált a vádakra. Híreinket ma is programajánlóval zárjuk. Kedden kezdődik és november 30-áig tart a Tudomány ünnepe. A Magyar Tudományos Akadémia székházában minden este 6 órától különleges előadásokat lehet meghallgatni olyan kérdésekről, melyek mostanában mindenkit foglalkoztatnak. Szó lesz egyebek mellett hazánk népességének várható alakulásáról, a migrációról és a védőoltásokról is. További részleteket a tudományünnep.hu honlapon lehet még olvasni. Híreinket látták, ha tehetik, támogassák televíziónk missziós munkáját, hívják adományvonalunkat a 13690-et. Én köszönöm a figyelmüket, szép estét, viszontlátásra!